Nádas Alexandra munkáiból nyílt kiállítás a Szoboszlai Galériában. A festőművésznek korábban verses kötete is megjelent. Tehetséggel párosuló szokatlan látásmódját már eddig is számos díjjal ismerte el a szakma. Nem csupán műveli, át is adja tudását a Pesten tanodát üzemeltető Nádas Alexandra. A művész az ezredfordulón végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán. Munkáira már diák évei alatt felfigyeltek. Egyfelől az ütött-kopott pesti bérházak belső dinamikus térszerkezeteit rajzolta. Másrészt viszont merészen stilizált, popposan átkötözött, reménytelenül kommunikáló grafikai figurákat állított elénk. Akárha egy szkeptikus, morális vénájú alkotóvá szembesültünk volna. Konstruktív szellemiséget sugárzó alkotásai számos bel- és külföldi köz- és magángyűjteményt gazdagítanak. A megnyitón Szuromi Pál művészeti író gondolatait olvasták föl. A kiállítás augusztus 16-áig várja az érdeklődőket a Szoboszlai Galériában.